maszkban fegyverre rabolt, előzetesben a kisdobszai nő. Világszínvonalú kutatási áttörések a cél, Szentágotai János nevét viseli mától a Science Building. Bűnmegelőzési tanácsok nyugdíjasoknak, egyre több trükkös tolvaj keresi fel az időseket. Terítéken a hazai egészségügy helyzete és finanszírozása, Pécset járt az egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon televízió híradóját látják október 29-én hétfőn. Akár 15 évet is kaphat tettért az a középkorú nő, aki pénteken, maszkban, fegyverrel a kezében rabolta ki a nagydobszai takarékfiókot. A helyiek még mindig csak találgatnak, hogy mi állhat a bűncselekmény hátterében. Előzetes letartóztatásba helyezte ma a Pécsi Városi Bíróság a fegyveres rablással vádolt nőt. Ezt a nagydobszai takarékfiókot rabolta ki a nő még pénteken. A gyanú szerint a kisdobszai nő arcát maszkkal eltakarva pisztollyal a kezében lépett be a takarékszövetkezet épületébe, és követelt pénzt az alkalmazottaktól, majd miután megkapta azt, gyalog távozott a helyszínről. A helyieket megdöbbentette az eset, akik ismerték, azt mondják, nem értik, miért rabolt a középkorú asszony. Nem akartam már hinni. Iskolatársak volt, hát egy összállap olyan volt, mint én. Én ezt őt sajnálom, nem tudom miért tette, nem is gondoltam volna. Rá voltak ők anyagilag szorulva egyébként? Nem, hát a vérekamion sofőr. A bíróság egy hónapra rendelte el az előzetes letartóztatását, információink szerint a nő tagadja tettét. A Pécsi Városi Bíróság a mai napon elrendelte egy 42 éves kisdobszai nő előzetes letartóztatását, a rablás büntetének megalapozott gyanúja miatt egy hónapra. Cselekmény büntetési tétele 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés, ezért fennáll a szökéssel rejtőzés veszélye. A rablásban senki nem sérült meg, azt egyelőre nem tudni, honnan szerzett a nő fegyvert. Egyes információk szerint férje engedéllyel tartott éles lőfegyverével követte el a bűncselekményt. A védő fellebbezett, így az ítélet nem jogerős, de végrehajtható. Országosan körözött szemét fogott el egy belvárosi járőr 2012. október 28-án hajnalban Pécsett a vasútállomás előtt. A járőr felismerte a körözött férfit, ezért igazoltatta. A 23 éves férfi ellen valóban elfogató parancs volt érvényben, kábítószerrel való visszaélés bűncselekmény elkövetése miatt kereste a pécsi törvényszék. A férfit előállították és átadták az illetékes hatóságnak. A szokásos kukorica termés alig több mint egyharmadát érte el az idei hozam, a takarmányára emelkedése pedig az élelmiszerek árán is meglátszik majd a megyében, írja a Dunántúli Napló. A termésátlag csökkenése az idei aszályos nyárnak tudható be. Elsőként a kenyérára emelkedhet, de eltérő mértékben minden más alapvető élelmiszer ára is megnő majd, átlagosan 10%-kal, áll az Agrárgazdasági Kutatóintézet felmérésében. Névadó ünnepséget tartott hétfőn a Pécsi Tudományegyetem, így a mai naptól hivatalosan is a Kossuth-díjas agykutató Szentágotai János nevét viseli az egyetem júniusban átadott kutatóközpontja. A kétnapos ünnepség sorozaton az intézmény tudományos konferenciákkal tiszteleg egykori anatómiai professzor előtt, aki október 31-én lenne 100 éves. Már ez az eredmény is elegendő ok lehet az ünneplésre, ám nem elegendő céljainkhoz. A hely, a tér, az épület leírható ugyan mérnöki, műszaki adatokkal, felszerelhető korszerű berendezésekkel, de alkotó erő nélkül csupán lehetőség marad. Éppen ezért kell tartalommal megtölteni a Pécsi Science Buildinget, folytatta Pálinkás József, amelyet hétfőtől hivatalosan is Szentágotai János Kutatóközpontnak hívnak. Az intézménytől, amely a 21. század legkorszerűbb technikájával van felszerelve, olyan világszínvonalú eredményeket várnak, amelyekre az egész ország büszke lehet. Alkalmazott kutatásokban pedig természetesen az, hogy azokon a területeken, ahol a magyar gazdaság erre fogadóképes, ott olyan eredmények szülessenek, amelyek a magyar és a pécsi versenyképességet növelik. A kutatóközpontban, amely hosszú távon kiugrási lehetőséget jelenthet a régiónak, három nagy tudományterületen, műszaki informatikain, lézerfizikai és vegyészeti, illetve orvos-biológiai területen folynak majd a kutatások. A névválasztás így nem is lehetett kérdéses, ugyanis Szentágotai János a legjelentősebb magyar idegtudós volt. Kerestünk egy olyan személyiséget, aki
nek a munkássága, életútja példaértékű lehet az itt dolgozó kutatóknak, és nemzetközi vonatkozásban pedig hívószó lehet. Egyértelmű, hogy ebben a tekintetben csak Szent Ágotai János jöhetett szóba. A kutató központ 7 milliárd forintból valósult meg, és olyan új laboratóriumoknak, kutatóműhelyeknek ad otthont, amelyek infrastruktúrálisan az európai élvonalba tartoznak, és amelyekhez hasonló néhány szakmában jelenleg sincs Magyarországon. Több 10 milliós a pécsi lakásszövetkezetek hulladékszállítási díjtartozása a Biokon felé, mióta nem személyre szóló számlát kapnak a társasházak lakói. A Dunántúli Napló információi szerint a közös költséget nem fizető háztartások a hulladékszállítási díj rájuk eső részét sem rendezik. A nem fizetők miatt keletkezett adósságot ráadásul a becsületesen fizetők terhére, tartalékaira felhasználva fizetik be a társasházak és szövetkezetek. A Biokom arról tájékoztat, hogy a helyi szabályozás értelmében nincs mód egyéni díjfizetésre, hiszen ugyanolyan szolgáltatásról van szó, mint a lift használat, a lépcsőházi fűtés vagy a világítás. Nő az idősek elleni trükkös lopások száma, idén már 882 esetet jelentettek a rendőrségnek Baranyában, ezért is tartottak bűnmegelőzési bemutatót a rendőrség és a közmúszolgáltatók bolyban. Itt arról hallhattak az idősek, hogy miről ismerhetik fel biztosan az óraleolvasókat, szerelőket, illetve mire vigyázzanak, ha idegenek csengetnek be hozzájuk. Fölforgatták az egész lakást, hál' Istennek nem találták meg a pénzt. Meséli Handler Péterné, mi történt egyedül élő anyósával. A szederkényi nő azt mondja, hozzájuk is megpróbált bejutni egy trükkös tolvaj. Mohácsról, hogy ő a kórházból jött, adjak neki egy kis pénzt, egy kis ennivalót, meleg ruhát, én nem engedtem be, nem akart elmenni, mondom, nagyon sajnálom. Itt merem hagyni, mondom, igen, mondom, hogy jött el idáig. Ha idáig eljött a kórházból, akkor ha ott kiengedték, akkor innen tovább is tud menni. De nem mindenki ilyen gyanakvó. Ezért is tartottak bűnmegelőzési bemutatót a nyugdíjasoknak. Bolyban. Leolvasást végző munkatársainknál mindig megtalálható ez a készülék. Mutatja az energiaszolgáltató munkatársa. Varga Ivett azt mondja, erről is fel lehet ismerni a valódi óraleolvasót. De hétről hétre érkezik olyan jelzés hozzánk valahonnan a szolgáltatási területünkről, hogy a nevünkkel visszaélve trükkös csalók leolvasónak vagy más EON-os munkatársnak adták ki magukat, és így próbáltak ügyfeleink otthonaiba bejutni. Minden alkalommal felhívjuk rá a figyelmet, hogy munkatársai igazolványát kérjék el. Csak Baranya megye és a 60 éven fölüliek sérelmére elkövetett bűncselekményeket tükrözi. Idén eddig 882 esetről tud a rendőrség, mutatja az adatokat a hatóság munkatársa. Amikor ők abban az időben szocializálódtak, sokkal nagyobb bizalom volt az emberekben, az emberek iránt. Ebből a bizalomból kell egy kicsit visszavenni, és mindenképpen meg kell fogadni azokat a tanácsokat, amit megpróbál a rendőrség is, és nyilván most jelen esetben a rendőrség közül működésével a különböző közszolgáltatók sugallni az idősek számára. Ilyen, hogy idegeneket ne engedjenek be lakásokba semmilyen indokkal. Vagy például ne mondják el a vonaton az ismeretleneknek, hol és hogyan élnek, hol tartják értékeiket otthon. Átvállalná az önkormányzatok adósságait az állam. A kormányzati beavatkozásról novemberben várható döntés. Információink szerint lehetnek olyan települések is, amelyek teljes adósságát átvállalná a kormány. A folyamatos hiteltörlesztés nagyban megnehezíti a jelentős adóssággal rendelkező városok és falvak mindennapjait, ezen segítene az állam. A hitelek átvállalásával azonban csökkenhetnek az önkormányzatokat megillető normatív támogatások, vagyis az eddig törlesztésre fordított összegek nem maradnának a település kasszájában. A hazai egészségügy helyzetéről és annak finanszírozásáról tájékoztatta a pécsi klinika igazgatókat dr. Cserháti Péter, egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A Pécsi Tudományegyetemen őszóta rendezik meg a klinika igazgatók fórumát, amelynek első ülésén a saját gazdálkodásuk kérdéseiről beszélgettek a vezetők. Most pedig a helyettes államtitkár tájékoztatta az igazgatókat a jövőbeni változásokról. Egy változó finanszírozási háttér ben dolgozunk, ezért aztán ehhez a változó háttérhez minden információ marzsára szükségünk van, ezért vagyunk különösen hálásak helyettes államtitkár úrnak, hogy ezt a lehetőséget megteremtette számunkra. Egyébként az egészségügy nagy rendszer, tehát a változások azok azért százalékosan, amennyire tudjuk, nem jelentenek egyik napról a másikra jelentős eltéréseket.
Dél-Dunántúli rangos familiák az évszázadok sodrában címmel tartott konferenciát a megyei levéltár hétfőn a kulturális negyedben. Az intézmény igazgatója azt mondja, a köznemességtől az arisztokráciáig akarnak egy átfogó tablót adni a közönségnek. A konferencia előadásaiból egy kötetet is szeretnének összeállítani a szervezők. Ódor Imre szerint a nagy közönséget is érdeklő témát választották a konferencia anyagául. Szélesebb közönség számára is számos új információt és érdekességet tartalmaz. Azt hiszem, nincs ember szinte Magyarországon, akit mondjuk a címerek világa érintetlenül hagyna, vagy azok a példák, elsősorban itt most nem ez a szándék, de mégiscsak pozitív példák, amelyek mondjuk a Montenuvo család működése során hihetetlen empátiával és szociális érzékenységéről tettek tanú bizonyságot, vagy az a Benyovszky, aki csak távoli rokona a Madagaszkár királynak, de ötszörös főispán volt. Azért milyen ember lehetett, akit ötször tisztelt meg a közbizalmával, háromszor megyei, kétszer városi főispán volt. Vagy azok a köznemesi familiák, amelyek nehezen választhatók el a szomszédos megyéktől, hiszen a rokoni viszonyok miatt Tolna, Somogy, Baranya szinte tényleg megvalósította a dél-dunántúli egységet, mert nincs olyan család, amelyik a másik megyében lévő nemesi familiával ne házasodott volna össze. Egyre több felé havazott ma az országban, így a vonatok is késéssel közlekedtek. A hó és a hideg miatt nehezen működtek, a váltók és a felsővezetékre lógó faágak tartós zálatokat okoztak, tájékoztatta a MÁV Inform sajtóügyeletese hétfő reggel az MT-t. Ennek eredményeképpen a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely, a Nagykanizsa-Pécs és a Nagykanizsa-Dombóvár vonalon 40-50 perces, a Győr-Sopron és a Győr-Veszprém vonalon 15-20 perces késéssel közlekedtek a vonatok. Hétvégén rendezték a harmadik Pécs Kupa nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyt. A megmérettetésen 13 ország 280 versenyzője vett részt. A házigazda Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület versenyzői kiválóan teljesítettek. Kétnapos nemzetközi ritmikus gimnasztika versenynek adott otthont a Pécsi Városi Sportcsarnok, szombaton az egyéni, míg vasárnap a csapatversenyeket rendezték. A házigazda Pécsi Ergé Sport Egyesület elnökét a megmérettetés céljáról kérdeztük. Az élversenyzők és a tömegsportot űzőknek is egyértelműen az eddig tanult munka, amit évközben elsajátítottak, annak a valamilyen formában történő lemérése. Eddig tudnál egy picit értékelni, hogy a házigazdák szempontjából hogyan sikerült a megmérettetés? Nagyon jól, mert nagyon sok aranyérmet, ezüstérmet és bronzérmet szereztünk, de hát ugyanúgy büszkék vagyunk azokra a gyermekekre, akik részt vettek a versenyen. Fiatalkoruk ellenére nincs motivációs probléma a lányoknál, mindannyian nagyon koncentráltan és lelkesen mutatták be produkcióikat. Szerencsére ez egy olyan sport, amiben az ember beleszeret. És azt látom, hogy a lányok is szenvedélyesen szeretik ezt a sportágat, úgyhogy ezzel nincsen probléma. A hétvégi eseményen 13 ország 280 versenyzője vett részt, a harmadik Pécsi Kupán először rendeztek együttes kéziszer versenyt is, melyen a magyar junior válogatott is bemutatkozott. A szép dresszek és a szerek. A válogatott versenyző Borsányi Patrícia ezért szeretett bele 7 évesen a sportágba, hamarosan egy újabb megmérettetés vár a nemzeti csapatunkra. Európa-bajnokságra készülünk, ami május végén lesz, május elején. Azért ez nagy szó. Hát igen. Büszke vagy rá? Igen, nagyon. A házigazdáknak sem kellett szégyenkezniük a verseny végén, a Pécsi RGS-e versenyzői egyéni összetett versenyben 6 arany, 5 ezüst és 5 bronzérmet szereztek. A szerenkénti versenyekben pedig 17 arany, 5 ezüst és 8 bronzérem került Pécsi lány nyakába. Megszerezte második győzelmét az idényben a Pécsi Pink 424 NB1-es női kosárlabda csapat. A baranyai lányok szombaton Szekszárdra látogattak, ahol egy nehéz első félidő után 31-31-et mutatott az eredményjelző. A második játékrészben viszont feltámadtak Farkas Sándor lányai, és 73-54-re verték a rosszul védekező szekszárdi alakulatot. Tolna és Somogy megye hírei következnek. Mielőbb rendezni kell az önkormányzatok adósságállományát, ha ez nem történik meg, akkor már jövőre gondot jelenthet a közeledő feladatok ellátása, jelentette ki Kósa Lajos. A somogyi települések nagy része támogatja az ötletet. Arra azonban felhívják a figyelmet, hogy a konszolidáció vesztesei nem lehetnek a felelősen gazdálkodó helyhatóságok.
A bankok már nem adnak további éven túli hiteleket a településeknek, ugyanis több önkormányzati feladat és a finanszírozás is átkerült az államhoz. Ez pedig már januárban komoly gondokat okozhat a helyhatóságoknak. Hetesnek 10 millió forintos folyószámla hitele van. Én úgy gondolom, hogy ha a bankok megszüntetik a hitelezést az önkormányzatoknak, és nem jutunk forráshoz, akkor nem tudjuk a feladatainkat ellátni. Ez a 10 millió forint, ez nem egy jelentős összeg, de ha a saját erőből kellene, ha befagyasztja a bank, és azt mondja, hogy nem adja tovább ezt a folyószámla hitelt, és vissza kellene fizetnünk, nem tudnánk. Ettől tart Kósa Lajos is, ezért kijelentette, még az idén meg kell találni a megoldást a települési önkormányzatok adósságának rendezésére. Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke kiemelte, a folyószámlahitelek az 1200 milliárd forintos tartozásból csupán 100 milliárd forintot tesznek ki. Ezeket a csökkenő finanszírozás miatt működésre fordították az önkormányzatok. Az éven túli hitelek nagy részére azonban a felelőtlen gazdálkodás miatt volt szükség, figyelmeztetett Schmidt Jenő. Hogyha megnézem, hogy hol mit fizetgettek ki, és mit csináltak az elmúlt 10 évben, azért bizony azt kell, hogy mondjam, hogy azért a többség fel tud háborodni azon, hogy mit csinált a kisebbség, és most azt húzzuk ki, úgymond a bajból, akkor azt mondom, hogy én is megcsináltam volna, vagy bárki más. De ilyen módon azt javasoltuk a belügyminisztériumnak, hogy egy alapot kell képezni, egy 30 milliárd forintos alapot, és bizony, akik nem tudják visszafizetni, ebből vissza kell fizetni a banki tartozást, de az önkormányzatnak reorganizációs tervet kell csinálni, és keményen a működését meg kell rendszabályozni. Március óta újabb 12 cm dőlt a bátaszéki templom tornya, egy erősebb vihar akár le is dönthetné, ezt állapították meg a hétvégén a pécsi egyházmegye építészei. A templom tornyot alpinista módszerrel lehetne stabilizálni. A tető szerkezetet egy darúval emelnék meg, és alatta stabilizálnák a hibás tartóelemet. Ez az eljárás több 10 millió forintba kerülne. A városvezetés keresi a megoldást a költségek fedezésére. Mint azt júliusban bemutattuk, dőlni kezdett a bátaszéki templom tornya. A tetőszerkezet túlságosan előregedett, emiatt rogyott meg a torony. A bátaszéki az ország harmadik legmagasabb temploma, 82,5 méter a teteje. A torony dőlési iránya az 56-os út felé mutat. Vihar esetén a torony kilengése akár a 70 cm-t is elérheti. Ha a templom elé állunk, akkor már szemmel is látható a változás. Március óta további 12 cm dőlt a torony. Úgy kell elképzelni, mint egy négylábú széket, amelyiknek mondjuk az egyik lába az instabil, vagy mondjuk egyáltalán nem tart. Bátaszék diakónusa szerint egy erősebb vihar, vagy egy nem várt természeti csapás beláthatatlan károkat tudna okozni. A problémát már felmérték a pécsi egyházmegye építészei. Több 10 millió forintból lehetne stabilizálni a tornyot. A tervek szerint egy új tartó szerkezetet építenének be a régi helyére. A toronynak a szerkezetét egy darúval megemelnék, ezt stabilizálnák a levegőben, behelyeznék az új elemeket, és erre erősítené rá tulajdonképpen a régi szerkezetet. Ezt követően lehetne kicserélni még azokat a gerendákat esetleg, amelyek szükségesek, illetve utána pedig újra burkolni. A behelyezési manőver az építészek szerint alig 3 órát venne igénybe. Bátaszék diakónusa ismertette a problémát a város képviselőivel. A testület közösen keresi a megoldást a katasztrófa védelemmel, a püspökséggel és a műemlék védelemmel, mivel a város önerőből nem tudja finanszírozni a munkálatok költségeit. Egyes hipermarketekben irreálisan drágán akár 300 forint körüli áron juthatunk hozzá a lédús magyar alma kilójához. Ám a termelők a magas árakból semmit sem éreznek, tőlük a felért vásárolják meg a kereskedők a gyümölcsöt. A gazdák úgy vélik, a tavaszi fagy miatti spekuláció hatására szöktek az egekbe az árak. Az útszéli árusoknál 200 forint körüli áron juthatunk hozzá a kiváló minőségű somogyi almához. A nagyobb áruházakban jelenleg akár 300 forintot, vagy még ennél is többet fizethetünk egy kiló almáért. Az almatermesztő pedig az, aki a legrövidebbet húzza, mármint a haszonból, hiszen tőlük csekély áron veszik át a kereskedők a megtermelt almát, véli Orgel László. Az alma felvásárlási ár 125 és 150 forint között van. Hát a léalmának az ára, annak 40 forint az ipari almának a kilogrammonkénti ára.
Ez elenyésző, még a költségeket is alig fedezi, tekintve, hogy a legtöbb gazdálkodó nem csak almával foglalkozik, hanem más gyümölcsfélék termesztésével is, s azokban komoly károk keletkeztek tavasszal. Ezt a jó minőségű és mennyiségű almaterméssel tudnák kompenzálni, már ha megfizetnék azt, hiszen almából nincs hiány. Az negatív spekuláció volt, hogy nem lesz elég alma ősszel. Elég nagy a kínálat, tavasszal volt, hogy nagy fany károk vannak, de úgy néz ki, hogy jó termés volt, és van alma kínálat a termelőknél bőven. A kereskedők azok mindig nagy haszonnal dolgoztak, úgyhogy hát ilyen a multiknál is központi irányítási árképzés van, hát azt mi nem tudjuk befolyásolni. Ezért is érthetetlen a gazdáknak a duplájára srófolt fogyasztói ár. Csak annyit tehetnek, hogy küzdenek a fennmaradásért, tette hozzá a somogyi termelő. Ripül Rónai Kaposváré, és mostantól méltó helyen tudják őrizni a hagyatékát, hangsúlyozta Szita Károly polgármester a megújult Róma villa átadásán. A fejlesztések során a villa épülete, a műterem és egy holdnyi zárt park is megújult. Az átadást követően a megyeszékhely és Somogy vezetői mellett a nagy közönség is beleshetett Ripül Rónai korába és az alkotás folyamatába is. Itt olyan élet volt, amit meg kellett örökíteni nekünk, hogy ezt a Kaposvár úgy ismerje meg, mint ami olyan hagyomány, olyan hagyaték, amit ápolni kell. Megújult külsővel és kibővített épületekkel fogadta a most megnyitott Róma villa látogatókat. Kaposvár ápolja Riprónai hagyatékát, és ezért tartották fontosnak az emlékmúzeum felújítását, amelynek munkálatai már tavaly megkezdődtek. Kaposvár városa a villát és környékét pályázati és állami forrásból 239 millió forintból újította fel. A festőóriás itt 1908 és 1927 között lakott. Riprónai a miénk. A kaposváriaké. Közel érezzük magunkhoz, talán azért is, mert ő is közel engedett magához. Hát, hogyha megnézik a képeit, akkor megismerhetjük a családját. Ha megnézik a képeit, láthatják azt, hogy milyen élet folyt abban az időszakban, milyen piknikek voltak a riprónai kertben. A park is megújult, és egy modern látogatóközpont is várja azokat, akik a festőről és felbecsülhetetlen hagyatékáról többet szeretnének tudni. A megye sikeres lobbyának köszönhető, hogy mindez az államosítás helyett az országban egyedülálló módon Kaposváré maradhatott. A műemléki védelmet élvező épület korábban a megyei önkormányzat tulajdonában volt, és a törvény szerint a megye csak az államnak adhatta volna át. Ám Gelencsér Attila már az államosítás előtt ígéretet tett arra, hogy a villát benne a felbecsülhetetlen értékű gyűjteménnyel visszaadják a kaposváriaknak méghozzá felújított állapotban. A feladat azért nem egyszerű ebben a 21. században, mert szinte elvárás egy ilyen típusú átalakításnál, hogy őrizzük meg a régi hangulatot, de mégis valami újat, modernet, a megújulás szimbólumát tegyük bele. Ahol most állunk, ez volna a megújulás maga, és a villa reményeim szerint a régi hangulattal várja az ideérkezőket. Riprónai korának hangulatát a megnyitón is felidézték a közönség kedvéért. A parkban korabeli ruhákban sétáltak az emberek, az iparművészeti iskola diákjai festettek, és a Csiky Gergely Színház művészei olyan költők verseit adták elő, akik jártak is Riprónainál, vagy akiket a művész megörökített. Hová, hová, magyarok? Elfogy, ahogy Tisza, Dunapot hátul elfogyott. Elfogy elől is a határ. Fiatok házhelye. Azután már csak a semmi vár. Házkutatást tartottak csütörtökön a kaposvári rendőrkapitányság nyomozói egy Kaposvár környéki szőlőhegyen. Ennek során fegyveralkatrészeket, lőszereket és kábítószert foglaltak le. Az ügyben büntetőeljárás folyik. A rendőrség bővebb információval nem szolgált. A nyomozás érdekeire hivatkozva tájékoztatott Méhes Dóra, a Somogy megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. A látványsportok közé nem sikerült bekerülni a röplabdának, és így nem részesült eddig plusz támogatásban, azonban jövőre várhatóan 10-15 milliárd forintos közvetlen állami segítség érkezik 14 sportági szakszövetségnek, köztük a röplabdának is. A kaposvári klub vezetősége reménykedik abban, hogy a leosztott pénzből a kaposvári utánpótlás nevelése is kaphat forrást. A röplabda szövetség eddig 7 millió forint állami támogatást kapott évente. Olybá tűnik, hogy ez egy nagyságrenden nagyobb összeg lesz. Kell is, szükség is van rá, mert a szövetség adósságokkal küzdik, és igazából
a különböző korosztályok versenyeztetése az nem megoldott, tehát egyszerűen nincs pénz mondjuk összetartásokat szervezni, benevezni nemzetközi kupákra a különböző válogatottakat. Ezek voltak a régió hírei, a holnapi időjárás részletei előtt lássuk, miről szólt ma a híradó. Maszkban fegyverre rabolt, előzetesben a kisdobszai nő. Világszínvonalú kutatási áttörések a cél, Szentágotai János nevét viseli mától a Science Building. Bűnmegelőzési tanácsok nyugdíjasoknak, egyre több trükkös tolvaj keresi fel az időseket. Terítéken a hazai egészségügy helyzete és finanszírozása, Pécset járt az egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Kedren megszűnik a csapadék, nyugat felől többfelé felszakadozik a felhőzet. Élénk olykor erős lesz a nyugati, délnyugati szél. Hajnalban délnyugaton helyenként köd képződhet, ekkor mínusz 7 plusz 1, nappal pedig mindössze 2-8 Celsius fok várható. Ennyi volt mára a híradó, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Viszontlátásra!